1997-ben először egy franciaországi kisvárosban, La Rochelle-ben rendeztek autómentes napot, ami azóta európai mobilitási hétté nőtte ki magát. Ezt minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik meg a kontinensen. Idén 130 magyarországi település csatlakozott a kezdeményezéshez. Nyíregyházán 2003 óta tartanak autómentes napot, idén szeptember 19-én rendezik meg a Kossuth téren. Célja tulajdonképpen az, hogy alternatívát mutassunk az autóhasználat mellett, szemben, tehát nem szembe akarjuk ezt állítani tulajdonképpen, hanem az, hogy alternatívák legyenek, hogy gazdaságos, valamint észszerű autóhasználattal erősítve a kerékpározást, túrázást, hogy igenis élhető városokat hagyjunk az unokáinknak. És ebben nagyon fontos szerepe van mindenkinek. Tehát ez mindenki gondolja meg, hogy mikor az autóba és mikor kerékpára vagy gyalogosan közlekedik. Az alternatív, környezet és egészségtudatos közlekedési módokat a városvezetés a mindennapokban is támogatja és segíti. Nyíregyházán jelenleg 60 kilométer kerékpárút áll a kerékpározóknak a rendelkezésére, és a következő években még sok kilométert fogunk ehhez hozzáépíteni, éppen azért, mert ha az ember kimegy az utcára, akkor látja, hogy a kerékpáros közlekedés egyre jobban fellévőben van. A hétközben is, nem beszélve a túrázási lehetőségekről, éppen ezért több rendezvény is lesz itt a városban, és van a városban, amely a kerékpározást, mint alternatív közlekedési módot támogatja. Az autómentes napon az alternatív közlekedés népszerűsítésének jegyében kerékpáros felvonulást is tartanak, de lesz még autóbaleset és életmentési szimuláció, és különböző kulturális programok is várják az érdeklődőket.